Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint Ara Kovács Attila, és már el is mondom önöknek, hogy ki volt és ki lesz ma még velünk. Itt volt Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő, itt volt Deák Dani a 21. század intézettől, most itt van Ara Kovács Attila az Európai Unióból, aki a DK-t képvisel, majd következik Zolcer János, akivel új könyvéről, Gorbacsov titkairól fogunk beszélni, de itt lesz ifjú Lomnici Zoltán is, és utána, mert fő az egyensúly, érkezik Orosz Anna, a Momentum újbudai alpolgármestere, és természetesen a hetet Seres Attilával fogjuk zárni. Ez a mai kínálat, és akkor már is itt van Ara Kovács Attila. Szép jó reggelt! Jó reggelt, Brüsszelbe vagy Strasbourgba, vagy mind a két helyen egyszerre? Hát kicsit utóbb, hadd kívánjak mindenkinek boldog új évet. Köszönjük, Sanna tová, önnek Sanna is. Tová. Sanna tová, Márhati már tová, és most kellemes szukotti ünnepeket. Tulajdonképpen az ön kérdésére visszatérve, konszolidálódik a helyzet Brüsszelben. Az újabb hullám nem vetett akkora problémákat föl, mint a tavaszi. Kezdünk visszatérni a parlamentbe. Én eléggé hamar visszatértem, már júniusban, de a kollégák még megfontoltak bizonyos értelemben. Csináltam közben, bocsánat, Ocsmány kifejezésért, németes kifejezés, germánista kifejezésért, egy nagyobb európai körutat, ahol nagyon érdekes tanulságokkal bővültek az ismereteim. Görögországban és Olaszországban jártam, ahol nagyon-nagyon meglepve tapasztaltam azt, rég nem jártam egyik országban sem, hogy a 2008-as nagy krízisből Görögország milyen mély tanulságokat vont le az egyszerű ember is. Tehát amíg korábban egy kedélyes társadalommal találkoztam, amelyik a maga rendkívül szabados balkáni stílusát szabadjára engedte, addig jelen pillanatban mindenütt kaptam számlát, anélkül, hogy kértem volna, ha megbeszéltem valamit valakivel, akkor az... Görögországról beszél, ahol azért is kaptak fizetés emelést, hogyha nem késtek el a munkahelyükről. Így van, ennek már vége van. Ó, régi, a régi szép időknek. Így van. Tehát fantasztikus, mind ment keresztül ez a társadalom. Ugyanez nem mondhat el Olaszországról. Ezt ők megszenvedték, ezt a hatalmas Európai Uniós támogatást, hogy megmentették őket a totál csődtől? Nagyon. Ugyanis nem egyszerűen támogatást kaptak, a magukét nekik is hozzá kellett tenni. Az olaszoknál ez nem így volt, ahogy az előző műsorban ön nagyon pontosan mondta. Elszegényedett az olasz állam, viszont nagyon gazdagok az emberek, tehát nagyok a tartalékaik. Nagy rétegnek nagyon nagyok a tartalékaik. Na de ez hogy van? Az olasz mentalitás olyan, hogy nagy spejz, rossz időkre is legyen, inkább állami értékpapírokat vesznek, hát de ott iszonyú infláció volt állandóan, és először abban reménykedtek, hogy amikor az eurózónába beléptek, akkor azért ez egy kicsit lelassult, meg a számok úgy visszaestek. Tulajdonképpen maga az a tény, hogy jelentős tartalékok vannak az egyének családok mögött, ez nem tette őket annyira tudatossá, mint a görögöket, ahol semmilyen tartalék nem volt. A görögök minden nap megszenvednek, még mai napig is azért, hogy a szolgáltatásaik azonos színvonalon történjenek meg. Az olaszoknál, ahol eleve sokkal magasabb volt részben a szolgáltatás, részben tulajdonképpen ők voltak Európa kedvelt gyermekei, hisz oda mindenki bármikor nagyon szeretett eljárni. Hát ők tulajdonképpen nekik köszönhetjük a római szerződést nagy részben. És hogyha... Hát az, hogy ott született meg, ezt nem nekik Oké, rendben van, de ha arra gondolsz, hogy te egy nagy ínyenc vagy, és imádod a hasadat, ami nem látszik, mert elfogyó félbe, vagy úgy látszik, hogy most már jobban odafigyelsz. Köszönöm. De az olasz ínyenségek, azok a világ legegyszerűbb dolgai, tehát a liba legelőről, ezek a zöld levelek, amit méregdrágán adnak itt el nekünk, ezek a papírvékonyra vágott, mondjuk azt, hogy haldarabkák, mert nem mondjuk azt, hogy ezek sertésekből vannak, tehát ilyen lehelet vékonyan. És tehát tulajdonképpen, ami nálok a gasztronómia csúcs, azok a világ legegyszerűbb dolgai. Egy olasz háziasszony
lehet, hogy sokkal jobban meg tudja ezeket a problémákat oldani. Ezen kívül iszonyú sok zöldséget esznek, iszonyú sok olajbogyót. Jó, ez egész mediterrániumra igaz, Spanyolországtól egészen Anatóliáig. Abszolút mértékben igaz, bár óriásik a különbségek például kulinárisan is. De mondom, ezek a különbségek egy mélyrehatóbb változást, illetve divergálást mutatnak. Másképp reagáltak ezek a társadalmak a tehát a görögök szerintem elvesztették ezt a mosolygós bájukat és ezt a könnyen. Megmaradt, de nagyon komolyan veszik önmagukat, és komolyan veszik a lehetőségeiket. Akkor lehet, hogy itt volt az ideje, hogy gatyába rázzák. Abszolút. Őket. Én megvallom őszintén, azt látom, hogy ott a német megszorító intézkedések meghozták. Tehát Angela Merkel ott jól döntött. Meghozták a gyümölcsüket, miközben Olaszországban ezt nem feltétlenül fedeztem föl. Meglátjuk majd a következő éveket. Olaszország borzalmasan szenvedett az idén, épp a Covid miatt, a koronavírus miatt. Ennek a tanulságait meg. Ennek ellenére hogy mertél bemenni oda? Én mindenhova bemerek menni. Haza is merek jönni néha. Értem. Na most ugorjunk egy kicsit az aktuál politikára. Te ott vagy Brüsszelbe, ott vagy Strasbourgba, és az emberek nem teljesen értik, amikor, tehát nem biztos, hogy mi Európa ellenesek vagyunk a magyar nép, mert mi is Európa vagyunk. Egyáltalán nem. Lehet, hogy ezt a nagy adminisztrációt, hát én dolgoztam ott ugye helyjel közel egy kicsit átvételesen, nem az európai tagállamokkal van a baj, hanem ott olyan adminisztráció és olyan nagy vízfej nőtt, hogy... Ne, ez egy rossz logika, pontosabban rossz érvelés, mert nincs benne logika, azt hiszem. Nézze, minden egyes kormányzati vagy parlamenti módon működő szervezetnek van egyfajta belső olyan szabályozása, amit nem lehet megkerülni. Különben baj lesz. Lehet kiiktatni minisztériumokat, lehet kiiktatni a parlamentet, ismerjük ezeket a dolgokat. Nem ajánlott, így van. Na most... Legalábbis nem az én szájézet szerint. Tökéletesen igaz az Európai Unió felső vezetésére, tehát ugye itt négy intézményről van szó, a parlamentről, a bizottságról, ami kormányként működik, a tanácsról, ami egyfajta szenátusként persze működik, illetve az Európai Bíróságról. Ezekre tökéletesen igaz, amit Churchill mondott, hogy nincs borzasztóbb a demokráciánál, csak hogy nála jobb sincsen. Na most a helyzet az... Mennyire igaza volt? Abszolút mértékben. Így működik ez is. Az Európai Unió tulajdonképpen úgy működik, az Európai Parlament úgy működik, mint egy teljesen normális parlament. Benne ott vannak a baloldaliak, valahol a szélükön a kommunistákkal, ott vannak a centrum. Ez nagyon jó, elnézést, hogy közben szok, nagyon jó, hogy ezt végre valaki, aki ott van, mondja, ott vannak a baloldaliak, és ott vannak a kommunisták. Tehát ez meg ez az nem ugyanaz, hát, mert sok ember fejében ez összemosódik. Ennyien szólva nem, mint hogy a másik rész sem azonos. Ott van a jobb oldal, és ott vannak az ő náciaik. Na most a jobb oldal és a baloldal centruma mindig egyformán szavaz. Hogy mondjam, nüanszokban van különbség. Mi ugyanazt az európai értéket védjük baloldalon és jobboldalon. És a másik két radikálisok, a kommunisták és az ő náciaik. Hát azok pedig mondják a maguk kisebbségi őrületeiket, amin vagy nevetünk, vagy bosszankodunk, de nincsen különösebben hatása. Oké, de ez a demokráciának a non plus ultrája, hogy még napjainkban is az ő náciaik ott tudnak ülni, tehát hogy... Hát és a mi komcsiaink is ott tudnak ülni. Ez a demokrácia. Vannak olyan emberek, akik ezekre a szélsőségekre szavaznak, viszont ők vannak látható kisebbségben. Látható. Ahogy ugye most már a Brexit miatt kivonultak a brittek az Európai Parlamentből. Na azzal is de, nagy baj van most, de mert ott, Ursula nagyon bekeményített neki. Ez szerintem támogatható álláspont, de visszatérve arra, amit mondani akartam, ott volt Farage-nak a UKIP pártja, akik hát hangosak voltak, nevetségesek voltak, és szánalmasak voltak mind a három egyszerre.
De idegesítőek voltak, nem. Amikor hallgattad őket. Tulajdonképpen ők nem voltak idegesítőek, mert annyira alapjáraton hoztak mindent, annyira primitív módon hoztak mindent, hogy azon tulajdonképpen már csak szánakozni és nevetni lehetett, bosszankodni nagyon nem. Az egy másik dolog, hogy bizonyos értelemben végig kilógott Nagy-Britannia ebből az európai összhang kórusból, hogy úgy mondjam. Sokszor voltak problémáink bent a bal oldalon, illetve a jobb oldal centrumában is a britekkel, olyan értelemben, hogy biztonsági kérdésekben ők sokszor kiszavaztak. Ugye én a külügyi bizottságnak vagyok a tagja, illetve a biztonság és védelmi bizottságnak, illetve a mezőgazdaságnak. Az első kettőben ők gyakran kilógtak abból a... Tehát, hogy kiénekeltek abban a kórusból. Hogy fér bele az életedbe három ilyen fontos, állom talán a legfontosabb nagyon bizottságban nehezen, benne lenni? Nagyon nehezen. Nagyon nehezen, egyszerűen azért, mert ugye hát velem... Hány asszisztensed van ehhez? Ez két asszisztensem és két gyakornokom van, illetve van még plusz közös asszisztensünk, azt hiszem három. Tehát elég sok segítséget kapunk ezzel, és nagyon sok segítséget kapunk az egyes bizottságoknak a titkárságától. Nehéz. Hogy lehet ennyi papírt, én ezeket a papírokat is egyáltalán elolvasni? Tehát. Úgy, hogy mindig kapunk belőle egy úgynevezett abstraktot, tehát egy kivonatot, vezetői kivonatot, amiben a lényeg benne van, különben nem lehetne elolvasni. Tehát naponta jönnek 50-60 oldalas tanulmányok különböző nyelveken egyébként. Ezért kérdez. És akár mennyire jól beszéli az ember egy adott nyelvet, mondjuk angolul, ha például a mezőgazdaságban a különböző fogalmakat kell tisztázni, hát akkor az embernek problémája van. Én, aki voltam diplomata, illetve külpolitikával foglalkoztam és biztonságpolitikával, mondjuk a másik kettővel elboldogulok. De nagy segítségre szorulok például a mezőgazdaságban, ami számomra meglepő módon az egyik legfontosabb bizottság. Tehát oda mentem, és mondtam, hogy hát nekem ehhez túl sok közem nincs, bele kell tanuljak, és ott hirtelen beleszerettem az egészbe, mert nagyon lényeges, tényleg fontos döntések születnek. Arról nem beszélve, hogy nagyon kellemes kollégáim vannak, akikkel még a tényleg összeállunk a magánéletben is, tehát barátkozunk, a családok barátkoznak, nagyon szeretem őket. Igen, de az előbb említetted az angolokat és a biztonságpolitikát. A világ biztonságpolitikájának az egyik legaktívabb és hátterét biztosító szervezet, az tulajdonképpen az angolok szervezet. Akkor hogy lehet, hogy kibeszéltek? Ők szerették volna a maguk útját járni, ami egy különleges angol száz út Amerikával összefogva. Na most egy adott pillanatban ők is fölmérték azt, hogy az az Amerika, amelyikkel ők nagyon jóba voltak, és egy húron pendültök, az már annak vége van. Erre jött reakcióként Boris Johnsonnak a megválasztása, hogy legalább a vezetők hasonlítsanak egymáshoz. Most úgy tűnik, hogy a két vezető is nagyon nagy bajban van. Az egyik önmaga miatt, a másik pedig amiatt, amit csinált a Brexit. Az egyik már meggyógyult a koronavírus, a másik meg éppen beleesett. Tehát ez egy belső meghasonlása a brit társadalomnak. Én elég öreg vagyok már ahhoz, hogy elevenen emlékezzek rá, ön biztos, hogy nem. Hogy én Thatcher... vagyok önnél egy évvel, uram. Thatcher... Ezért merem tegezni. Igen. Thatcher asszony, amikor örömmel jelentette, hogy sikerült ezt a nagyon nehéz akadályt venniük, hogy bekerült Nagy-Britannia az európai közösségbe, és azt most eljátszották. Hát ez egy érdekes történet. Hát Thatcher asszony épített. Igen, utódai bontanak. Így van. Igen. Lejárt sajnos az időnk, a pontos idő 8 óra. Következik az én zsidó szemüvegemen keresztül egy általam vélt objektív híradó. Tudják, ezt nem kell készpénznek elfogadni, én annak tartom. Úgyhogy ha van véleményük, építő jellegű véleményük, akkor nyugodtan telefonáljanak, írják meg, és akkor megnézzük, hogy melyikünknek van igaza. Ez van most, fogadják szeretettel, a híradó után jövünk, visszatartsanak velünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre, további jó munkát, Sabát Sabát. Köszönöm szépen.